Borivár. Székesfehérváron a Mária völgy utcában található a város egyik legszebb látnivalója, a Borivár. A várat Bori Jenő székesfehérvári szobrászművész és építészmérnök építette saját tervei és fantáziája alapján. Bori Jenő 1923-ban kezdte építeni a várat és egész élete végéig dolgozott rajta. Saját maga tervezte és többnyire egyedül, csak időnként véve igénybe külső segítséget építette fel a várat. Képzett építész volt, mégsem konkrét mérnöki rajzok, inkább ihlete és az adott terepviszonyokhoz való alkalmazkodás irányították munkájában. A vár építésekor szabadon engedte fantáziáját, így született meg a Borivár. Feleségének, Komocsi Nilon a festőművésznek építette, emléket állítva a hitvesi szeretetnek, ezért napjainkban a szerelem szimbólumaként emlegetik. 1934-ben a közönség számára is megnyílt a vár, alkalmanként zenés-táncos estéknek adva otthont, ahol a vendégek között tombola nyereményként kisebb Bori alkotások is gazdára leltek. Az így befolyt bevételt a vár építésére fordították. A vár kiállítási teret biztosított Bori Jenő és felesége, valamint a műgyűjteményük számára. A gyűjtemény nagy része ma is látható a várban. A Bori vár tele van műalkotásokkal, úgy a család, mint más neves festők és szobrászok műveivel. Maga a vár is egy műalkotásnak számít, részletes és fantáziadús kidolgozása egy igazi remek művet eredményezett. Az épület látványa első perctől magával ragad, méltán nevezik magát a várat is egy szobrászati műalkotásnak. A várban sétálva lépten nyomon szobrokat, festményeket és műtárgyakat fedezhetünk fel, úgy a vár falain belül, mint az udvarán. Bejárhatjuk a vár udvarát, a vár termeit, valamint felkapaszkodhatunk a vár tornyaiba, ahonnan megcsodálhatjuk a kilátást. A vártornyokba csigalépcsőkön jutunk fel, amely szintén egy remek mű. Említésre méltó része a várnak a 100 oszlopos udvar, melynek körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai sorakoznak. Mindenképp érdemes ellátogatni a Borivárba, ha Székesfehérváron járunk, igazi szemet és lelket gyönyörködtető élményben lesz részünk. Mielőtt azonban ellátogatnánk ide, érdemes utána nézni a nyitvatartásnak, hisz változó időpontokban van nyitva, szezon függvényében, és az is előfordulhat, hogy télen zárva találjuk. Ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a Csontovar YouTube csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videóról sem. Köszönjük szépen, viszlát, sziasztok!